Üdv újra itt a harmadik részben, itt a térképen látható információkról, játék, hát a térképen látható almenikről esik majd szó, legfőképpen próbálom ezt is rövidre fogni, hogy azért negyed órába beleférjen. Tehát almenik, aztán itt nyitom le az infópanelt, be is zárhatom vele, ha nincs rá szükségem, ez vezet a tudományos panelra, itt láthatjuk, hogy a vasutat kutatom éppen. Jelenleg itt áll a kutatás, a következő körben már itt fog tartani. Ha kikutatom, ezeket kapom, tehát ezt az épületet tudom megépíteni, ezt a csodát, vasutat tudok építeni, és újabb kereskedő útvonalat hozhatok létre. A következő az egységek listája, ez egy elég kicsi áttekintése az egységeknek, amikkel rendelkezek, mutatja, hogy éppen milyen státuszban vannak. Van-e még mozgáspontjuk, az a zöldet jelenti. Jó sok egységem van. Ez a katonai áttekintés, ez ugyanennek a listának, táblázatnak egy nagyobb változata. Több mindent látok, ezt jobban is szeretem használni. Itt mutatja, mennyi mozgáspontjuk van, mennyi maradt még, milyen a közelharci harcértékük távol harcba. Mennyire erősek. Itt van egy ellátmány, ennek van egy alapértéke a nehézségi fokozattól függően. Városok is adnak ellátmányt. Minél több városunk van, minél több lakosunk, annál több lesz az az ellátmány, annál több egységünk lehet. Hát itt láthatjuk, hogy nekem 54 az ellátmányom, amiből 39-et használnak fel az egységeim. A megmaradó ellátmány, ami tehát 15 egységem lehet. Itt van, hogy nagyszerű admirális. Tehát ha vízi csatákat harcolok, akkor szépen elkezd kutni föl a sárga csík. Ha megtelik, akkor megjelenik egy nagyszerű admirális. Ez a szárazföldi harcoknál nő, akkor pedig generális kapok, ami a szárazföldi egységek támogatja. Ezeknél jobb lesz a harcérték az egységeknek, hogy ezek a közelükben vannak. Ha van egy ilyen egyszer használatos képesség, akkor eltűnnek ezek a hadvezérek, és akkor vagy a hajók javulnak, meg vagy pedig egy citadellát épít, amivel el tudom az ellenségtől venni a földjeit. Ennyit a katonai áttekintésről. Városok listája. Hány lakos van a városokban, hány kör múlva lesz még egy lakos. Csillaga jelölt a főváros, négy városon van. A harci ereje a városoknak, ha el akarják foglalni. Mit gyárt éppen, mikor lesz kész. Gazdasági áttekintés. Alapvető információk. Mennyi a pénz van a kincstárban, mennyi a jövedelmem körönként. Ugye ez a kiadás, ez a bevétel, ennyi maradt körönként, ennyivel gyarapodik a kincstár. Le van bontva, városok szerint mennyi a jövedelem. Diplomáciából most nem kapok pénzt, vallásból is kapok egy kicsit. Városok, amik a fővároshoz vannak úttal csatlakoztatva, abból is folyik be pénz. Kiadások, egységekre ennyit költök, városban az épületekre ennyit. Utak, vasutak fenntartása is pénzt igényel. Diplomáciában nincsen kiadásom most. Ezekről beszéltünk, itt van mennyi fősleges kaját termel a város, mennyi többet annál hamarabb születik még egy lakos, mennyi tudományos pontot termel az adott város, mennyi pénzt, mennyi kultúrát, mennyi vallási pontot, mennyi a termelékenysége, az a kalapács, mennyire gyorsan gyárt. Itt van a boldogság, ez egy globális érték, 163 boldogságot termelek, luxus cikkenként 4-et, 11 luxus cikken van, az 44-et ad, de egy luxus cikkből csak egyből, tehát hiába van bele több, mondjuk az ezüstből, akkor is csak 4-et kapok, tehát elég egy luxus cikkből egy. Többivel lehet kereskedni, más civilizációkkal.
városaim ennyi boldogságot termelnek épületek miatt. A csodákból mennyi boldogságot kapok. Városállamok is adnak boldogságot, olyan. A kereskedői városállamok adnak boldogságot. Politikából nem kapok, vallásból se. Nemzeti csodákat megtaláltam, mind az öt boldogságot ad. Világkongresszusból is kapok boldogságot. Most nem tudom, hogy miért, de abból is kapok, ez a nehézség fokozat alapján kapom. Ez a boldogtalanság, amit összeszedtem, ugye városonként három boldogtalanság van. Túl sok városunk van, annál kevesebb a boldogságunk. Lakosok is, minden lakos elfogyaszt egy boldogságot, hát itt van erre valami bónuszom, tehát kevesebbet fogyasztanak. Az városokra lebontva a boldogtalanság, ásványkincsek, ezek a stratégiai nyersanyagok itt fönn. Ebből ennyit berendelkezek, alatt vannak luxuscikkek, tehát amiből több van, azt elkereskedhetem. De csak azokat, amiket mi magam álltok elő, amiket úgy kapok, mert benne vannak, amit a városállamok is biztosítanak számomra, azokat nem kereskedhetek azokkal. Ezeket kereskedek jelenleg egy lóval, meg egy ivorival. Ennyit erről. Ezt be is zárom. Akik itt is le vannak bontva, luxuscikkek. Egyet exportálok. Stratégiásnyagból ennyit használok. Bónusz nyersanyagok. Azt nem tudom, miért rakta a bónuszba. Ez pedig itt a nagyszerű személyek listája. Artistát, zenészt és írót, ezt csak egy városban csinálhatok, mivel ebből az épületekből csak egyet építhetek, de mérnököt, tudóst, kereskedőt, azt bármelyik városban csinálhatok, de itt van, hogy a Kyoto főváros, abban 24-et pontot kapok körönként, tehát a folyamatba, ez megtelik megint ez a nagyszerű személy a város mellett. Hát itt ugye úgy van, hogy itt láthatjuk, hogy 737 pont kell összesen. Ez minden városomra igaz, tehát ha itt elkészül egy, akkor a költsége minden városban emelkedik, sajnos. Nem tudom, ez miért van így. Hát szerintem ennyit erről. Nagyszerű személyek listája, tehát artistával. Ezeket a nagyszerű személyeket egyszer használhatjuk föl. Aztán eltűnnek a térképről, tehát artistával tudok vagy egy festmény készíteni, és akkor kiállításra kerül, ez a turizmusnak fontos. Vagy beindítjuk az aranykorszakot vele azonnal. Mérnökkel vagy befejezem az adott építést, ez a, amikor csodát építek, az lassú folyamat, ezzel egyből be tudom fejezni. Vagy pedig telepítek vele egy gyárat, egy manufaktúrát, és akkor az javítja a területnek a termelését, a gyártását. Kereskedő. Vagy városállam mellé küldöm és főhasználom, és akkor javítja vele a kapcsolatomat, és ad egy csomó pénzt. Vagy pedig lerakom egy mezőmre, és akkor ott egy ilyen kereskedelmi épületet épít, ami elég sok pénzt termel körönként. A muzsikus az pedig, vagy csinálok vele egy ilyen remek művet, egy ilyen slágert, az is kiállításra kerül, vagy pedig emlék egy másik civilizációba, és nyomok ott egy koncertet, ha bejutok a határaim belül persze, akkor javítja a turizmus képességemet, befolyásomat azzal a civilizációval szemben. Tudós, vagy egyszer elhasználom, és akkor kap egy nagy löketet az aktuális kutatásom. Ez egy találmányt ki tud nyomni, fejleszteni azonnal szinte, vagy pedig építetek vele egy labort valahova, területemen belül, és akkor körönként az javítja a kutatást, hát tudománypontot termel. Író, az vagy egyszer elnyom, és akkor kapok egy csomó kultúrát, vagy pedig csinál egy ilyen írói
műremeket, amit ugyanúgy kiáltással lehet ki lehet állítani. Ugye itt van erőszakról már beszéltem, ennyit erről, nem is értem el többet. A kutatásom, rá tudok klikkelni. Egyébként írja is, hogy mennyi 532 tudománypontot kapok körönként. Egyébként minél több városunk van, annál drágábbak a tudományok, annál több pont kell hozzájuk, de elég kismértékben drágulnak, tehát azért minél több városunk van, annál jobban fogunk kutatni. Kívül extrém sok városunk van, akkor viszont lehet, hogy már lassulhat a kutatás. Rá is tudok erre klikkelni, behozzák el itt a tudományfát. Itt a, ennyi pénzem van, körönként ennyivel gazdagodok. Írja is, hogy miből mennyit kapok, mik a kiadásaim. Hát ami pénzbe kerül, egységek fenntartása, épületek fenntartása és az úthálózat fenntartása. Hát a pénzt meg sok módú szerezhetek, ott lehet is olvasni. Városok termelhetik, kereskedelmi utak is hozzák a bevétel jó részét. És az úti hálózat, amit a fővárosból építek a többi városon fel, az is termel pénzt. Itt vannak a... rá is nyomhatok, ezt visszahozza ezt a gazdasági áttekintést, ezt már ismerjük. Itt van 8 kereskedelmi utam lett, ebből most 7-et használok jelenleg. Itt van, hogy honnan, hova indítok, mit hoz. És alul pedig láthatjuk, hogy kik azok, akik felém indítottak a kereskedelmi útvonalat, abból is van bevételem. Rá is kattinthatok. Ezek a kereskedelmi útvonalaim innen indulnak, ide jönnek, ennyi pénzt hoznak nekem, ennyi pénzt adnak az ellenfélnek, ennyi tudománypontot cserélünk. Ezek most belső háló, ezek a belső kereskedelmi utak, ezek nem termelnek pénzt, hanem kaját adnak a cél városnak. Hát ez nem a sajátból mondja le, ez csak úgy pluszba adja. Ezt termelést is vihetünk át. Itt van, hogy vallást és nyomás alá helyezhetjük a városokat, tehát vallási pontokat is úgymond cserélnek. Így lehet elhódítani, hogy mást isteneket imádjanak a városok. Ennyi kör múlva ér véget ez a kereskedelmi útvonal. Aztán indíthatunk újat. Ilyen lehetőségeink vannak kereskedelmi utaknál. És másoknak is van lehetősége felünk kereskedni. Tehát ezt végignézzük, akkor kiválaszthatjuk, hogy hova mit küldünk, az mit fog adni. És ezek, ők kereskednek velem, a franciák. Itt van, miből mennyi cserél gazdát, pénzből, tudománypontból, stb. Ez itt a boldogság, ez egy, ugye mondtam, egy globális érték, tehát nem külön városokra van lebontva. Ha elfogy a boldogságunk, tehát nulla vagy az alá megy, akkor a lakosság szaporulata negyedére csökken, és romlik a harci kedvünk, termelékenységünk, tehát ezt érdemes pozitív értékbe tartani. Hát ott van, hogy miből mennyit kapunk, és ugye mi fogyassza el, szépen le van írva. Pénzünk fogy el akkor, és ha mínuszba kerülünk pénzben, akkor meg a kutatásunk lassul le. Ez az aranykorszak, ez a zöld boldogság érték, ez mindig hozzáadódik körönként. Egy ilyen, ez a Golden Age számlálóhoz, és hogy eléri azt a pontot, akkor aranykorszak eljön, egy pár körig. Akkor a mezők, hogy még aranyat termelnek, egyet többet termelnek. Nő a termelékenység a városokban, és a globális kultúra is nő körönként, ezzel hamarabb tudunk politikákat majd vásárolni, ugye ez itt a kulturális számláló, erre egyébként hiába nyomok, nem történik semmi, kulturális számláló. Itt az van, hogy ennyi pontot összeszedek,
most ennyi van, ennyit kapok körönként, akkor vehetek egy új politikát, kapok egy olyan politikai pontot, ott van miből mennyit kapok, és azért a minél több városunkban egyre drágábbak ezek a politikák, tehát itt egy bizonyos város szám fölött igencsak megérződik, hogy lassul a politikai, új politikát nehezebben tanulunk, tehát erre azért figyelni kell, hogy valaki nagyon politikára gyúr, túl sok városon ne legyen. Rányomok, itt van az a, itt vannak a politikák, ezeket lehet megvásárolni. Ezek pedig az ideológiai lehetőségek, ezekről majd később beszélek. Ez a turizmus értéke. Ezeket a remek művek, amiket a művészek állítanak elő és kiállítom, azok adnak turizmust. Ezekkel a kulturális győzelem, ez a turizmus. Rányomok akkor, itt írja, hogy ez az én kultúrám, itt vannak a kiállított tárgyak. Ennyi turizmus, meg kultúrát kapok belőlük. Ezekről majd később tudunk cserégetni remek műveket. Kulturális győzelemnek az állása jelenleg, ki mennyire elégedett az ideológiájával. Ez pedig, hogy hol tart a kulturális befolyásunk, ezekről majd mind bővebben később beszélek. Ez itt a vallási pont, ennyin van, ennyit kapok körönként. Onnan kapom, írja szépen. Mit vehetek a vallási pontból? Elég sok minden személyiséget. El is rányomhatok, ez az én vallásom. Írja, hogy vallásom az milyen bónuszokat biztosít. Automatikusan is el lehet küldeni a valláspontokat, most később emlékeztessen, vagy pedig egyből költse. Ezekkel, hogyha kiválasztom. Világ vallásai, ugye ezen a térképen, ez egy négy személyes térkép, csak három vallás lehet. Melyiknek melyik a szent városa, melyik vallásnak, melyik civilizáció találta fel. Hány városban van jelen a vallás, itt vannak a különböző valláshoz tartozó bónuszok. Vallásról még később bővebben. Na, itt van mennyi stratégiai nyersanyagból mennyi van, és igazából az az egyenleg, tehát mennyi van kihasználatlanul. Stratégiai nyersanyagokat elején nem látjuk a térképen a játék elején, hanem hogy kutatjuk ki a találmányokat, úgy jelennek meg, és akkor ki tudjuk őket termelni és felhasználni. Itt van ennyi, 281. körben járok, 2001-ben. Itt adjuk el a civilopédiát, a menüt. Itt van jó hasznos tanácsok vannak, itt érjük el a tanácsadókat, adnak hasznos tippeket. Az a gazdasági tanácsadó, katonai tanácsadó, ez a külügyminiszter, ez pedig a tudományos tanácsadó. Demográfia, ezt csak itt érjük el. Ez egy ranglétre, hogy ki hogy áll, nagyjából legyen valami sejtésünk. Tehát nekem mondjuk az első a lakosságban, nekem a legtöbb emberem, 24 millió ember. Átlag az 13 millió, ő a legrosszabb a 300 ezeres lakosságával. Ez mennyi ő kaját termelek, hát ebből is első vagyok, átlag 151-et. Mekkora a termelékenységem, ezt itt is vezetek, jó másfélszeres termelékenységem van. Mennyi a bevételem, vagy talán a vagyonom, nem tudom pontosan, ebben is első vagyok. Mekkora a földterülettel rendelkezek, ugye a határaim, mekkorák, ebben csak második vagyok, a svédek vezetnek picivel, de az átlag felett vagyok jóval. Katonai haderő. Ezt talán csak itt tudhatjuk meg, tehát abban a harmadik vagyok. Ennyi bel, átlag felett egy picivel, de a franciák azok nagyon nagy erősek katonailag. Hát itt azért nem jó, hogyha az átlag alatt vagyunk katonailag, vagy hogyha másfélszer erősebb nálunk valaki, mert akkor könnyen megtámadhat minket.
Mert azért figyeljünk, hogy azért legyen hadseregünk. Ez nem tudom micsoda apróvá. Pedig ezt valószínűleg a tudományok lesznek, tehát abban első helyen vagyok. A tudományok 72%-át kutattam ki, az átlag az csak a 65%-nál jár. A demográfia nagyon hasznos. A diplomáciai áttekintés. Ugye itt van, hogy másik civilizációk, mennyi pénze van, mennyi a bevétele körönként. Ittem ő... Nem találom a szót. Nem küldöttség, hanem ő... Na, mindegy, majd később, ha eszembe jut. Nagykövetség, megvan nagykövetség. Tehát megvan osztva nagykövetség. Neki is van nagykövetsége az én fővárosomban, nekem is az övében. Nyitottak a határok felém. Milyen luxus cikkei vannak, milyen stratégiai nyersanyagai. Itt vannak a városállamok, ezek semlegesek. Itt van a befolyásom felettük. Ezekről majd bővebben. Ezek a aktuális egyezmények, a diplomáciai egyezmények, tehát megnyitott a határait egy lóért cserébe a koreai felén. Ezek már lefutott egyezmények. Jó, sok van belőle. Globális politikák. Hát, mire költötte a politikai pontjait, itt láthatjuk. Ki van háborúban. Háborúban ő. Haverjai vagyunk. Itt milyen ő, csodákat épített fel. Ő is háborúban áll. Meg nyilvánosan leszólt engem, bemocskolt, meg az mindenki mást igazából. Ennyit erről. Itt már jártunk. Kémek áttekintése. Itt vannak a kémeim. 5 kémem van. Itt van a rangjuk, mennyire hatékonyan dolgoznak. Melyik városban vannak éppen. Amelyik városban vannak, azt megnézhetjük, hogy hogy néz ki, mit gyárt éppen. Hát éppen mivel foglalkozik, ez éppen itt elfoglalja a pozícióját. Ez diplomataként üzemel, intrikákat gyűjt, meg a világkongresszusra nyújt egy kis rátekintést, hogy valószínűleg mivel fog szavazni. Ez pedig kémelhárítással foglalkozik, ez a saját városomban van. Erről majd bővebben, ezek az intrikák, amiket ezek a kémek meg diplomaták hallanak, kiszagolnak, azokat szépen közlik velünk, hogy ki miben mesterkedik, és ezeket az intrikákat mi is megoszthatjuk a többi civilizációval, például francia meg akarja támadni a svédeket, akkor a svédekhez oda megyek, és akkor elmondhatom ezt neki, és akkor javítja a diplomáciai viszonyomat velük. Katonai áttekintés, ez már volt. Hát itt esemény napló, éppen nem nézünk oda, eltűnik a szöveg, akkor itt vissza tudjuk olvasni, hogy mégis mi a fene történt. Vallási áttekintés, ez már volt. Tudományfa, ez is volt. Ez is volt a kereskedelmi utak. Győzelmi esélyek hogy állnak? Hát itt a domináció, ez az uralom. Tehát elfoglalta koreai fővárosát már a svéd. Franciákét és a miénket még nem sikerült elfoglalnia. Tudományos győzelem, tehát ha ezt ki kell kutatni, akkor ki kell kutatni az űrhajó többi alkatrészét, és legyártani az Apollo programot. Ez senki nem áll még sehol. A tudományos győzelmet jelképezi ez a rakéta. Hát ez nem is tudom milyen ikon, ez a domináció. A
domináns győzelmet, a harci győzelmet jelképezi, ez a földgömb, ez a diplomácia győzelmet. Tehát ennyi delegációt kell gyűjtjek ahhoz, hogy megválasznak engem az világurának, tehát elég durva többséget kell, többség szavazata kell, és hát jelenleg csak 16 szavazati joggal rendelkezek a 27-ből. Ez a kulturális győzelem, ez a hangjel. Hát ezt koreaiakat már teljesen átálltottam a kultúrámmal. Most már többen járnak az én országomban, mint a sajátjukban. Hát a svédeket is mindjárt elkapom, de azokat is lenyomom. A franciák az még kemény falat. A pontok, legyen 9 körben, amik hátra a játékból. És itt a pontok miből tevődnek össze, hát 43 pontot kapok a városaim száma után, a lakosság után, ennyit. Ez a földterület, ez a csodák, megépített csodák, kikutatott technológiák. Ez, hogyha már minden ki van kutatva, akkor van egy technológia, amit meg lehet ismételni, és akkor az ad mindig egy kis pontot. A politikák után ennyit, remek művek után 108-at, vallás után ennyit. És itt le is van bontva, hogy kinek mennyi pontja van. Ennyit erről. Világkongresszus. A nagy portré az mindig a szervező, ahol összegyűlnek. Összegyűlik a világkongresszus. Ugye annak több szavazati joga van. És ezt a hostot, ezt mindig, minden szezonban újra válasszák. Itt látjuk, hogy itt egy diplomata van már a franciák fővárosában. Svédekhez is küldtem diplomatát, a koreaiakhoz nem. Ezek vannak érvényben, ezek a előterjesztések. Csak kettő lehet, tehát egyik a host csinálja az egyiket, a másikat pedig, akinek talán a legtöbb szavazatja joga van. Ezek a aktuális hatások, amiket már jóvá hagyott a kongresszus. Itt látjuk az összeset, tehát ezek vannak érvényben. Ezekre lehet indítványozni. Aztán vagy elfogadják, vagy nem. Itt meg az egyéb, amit valamilyen okból nem lehet, tehát vagy már be lett vezetve, vagy még nem jött el az ideje. És itt végig is jártam ezt, ugye ez visz vissza a kém almenübe, politikai menübe, kulturális menü, a diplomácia, itt két kör múlva összeügyül a kongresszus, és szavaznak, lenyitom, ott vagyok én, ráviszem, ott van a pontszámom, miből tevődik össze, milyen kapcsolatom van a civilizációkkal, írja is, hogy a zöld az a jó tett, annak örülnek, a pirosat nem szeretik, rontja a diplomáciai kapcsolatomat. A városállamok, ez mutatja a típusát neki, most kereskedelmi, ez vallásos, tehát attól függ, milyen jutalmat kapunk tőlük, ha jóba vagyunk, ezek a küldetések, amiket teljesítünk, akkor nő a befolyásunk fölöttük, mutatja, hogy kivel vannak szövetségben, egyszer csak egy szövetséges lehet egy városállamnak, az én vagyok mindenhol. Térjük el újra a diplomáciai áttekintést, a világkongresszust. Itt a pont lista, ezt kiraktam, de ezt majd el fogom tüntetni. Itt vannak az események, amik történtek. Ráviszik az egeret, kiírja. Jobbik kellett tüntetni. Kifülfeleztettük a dinamitot. Kifejlesztettük. Kémeim, azok már nem tudnak technológiát lopni, mert nincs, amit ellopjanak. És nagyjából ennyi. Amit még itt látunk, az én fővárosom. 31 lakosa van, egy körülbelül lesz még egy. Csillagai előtt, tehát főváros. Ez az aktuális vallás, ami uralkodik. Ezek a bónuszait kapja. Két kör múlva elkészül az arzenál épület,
Ott van a harc értéke, ennyivel védekezik. És őt körülbelül ennyi szerintem. Egyenlőre aztán majd mélyebben belefolyok a dolgokba következő videóban. Addig is jó játékot, jó szórakozást, ciao!